módokon, az üzeneten, a dalokon keresztül. És sokan ismeritek Pásztor Schellert, és sok üzenetben teszek rá utalást, vagy mondok történetet, és ez azért van, mert ő a pásztorom, és csak így előttünk járt az ő életében és az elhívásában, és Isten csak így beleégette a DNS-ünkbe azt a hitet, azt a szeretetet, azt a befektetést, azt az alázatot, azt a bizalmat, amit kaptunk tőle, amit kaptam tőle. Úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Tényleg ő az egyik oka, nyilván Istenen az elhívón túl, hogy itt vagyunk Szegeden. Ott tudnék mondani történetet, talán 2002 téli konferencia Zakopánéban, és felmegyek a férfi mosdóba az irodaszinten Budapesten, és Pásztor Briannel éppen összefutok, és mondja, hogy Pásztor Schellerrel ültünk az autóba, és beszélgettünk, és miután összeházasodtok, nyáron költöztök Szegedre. És csak, wow, ez volt az én szívemben is, köszönöm, Uram. De csak így hálás vagyok azért, hogy tényleg ilyen, ja, csak ez a példa, amit láttam, és amit kaptam, és amit mi is kaptunk, úgyhogy fogadjuk szeretettel Pásztor Schellert. Yeah, thank you very much. Köszönöm nagyon. It's a joy to be here. Öröm itt lenni. Yes, and thanks for the message, Pastor Brian. És köszönjük az üzenetet, Pastor Brian. About brokenness. Megtörtségről. And we are visiting today and then Saturday. És itt vagyunk ma, és aztán van egy vezetőség itt szombaton. Some of the pastors are coming together here. És pásztorok itt jönnek össze Szegeden. Maybe we go to Belgrade tomorrow. Lehet, hogy holnap elmegyünk Belgrádba. We plan to go to Belgrade tomorrow. Legalábbis ez a tervünk. A family moved there from Prague. Van egy család, akik oda költöztek Prágából. Yeah, to minister in Belgrade. Hogy Belgrádban szolgáljanak. So I came to Hungary for 9 days. 9 napig vagyok itt Magyarországon. And just to be to visit. Hogy látogatok. And to share life together. És megosztjuk az életet egymással. And rejoice in Christ. Örvendezünk Krisztusban. And then go back to Baltimore. Aztán visszamegyek Baltimoreba. Thanks for your prayers. Hálás vagyok az imáitokért. And the connection. És a kapcsolódásunkért. That we have. Ami megvan. In Christ. Jézus Krisztusban. We have a connection. Van egy kapcsolódásunk. Praise God. Hála Istennek. Megvan. And I'm very thankful for this man. És nagyon hálás ezért az emberért. This person. Ezért a személyért. And his wife. És a feleségéért. And family. És a családjáért. And ministry. És a szolgálatért. And how God has used them. Ahogy Isten használta őket. You know, what a beautiful thing. Milyen csodálatos dolog. Isn't it good to have a good pastor? Nem nagyszerű egy nagyszerű pásztor. Isn't that good? That's a gift. Ez egy ajándék. That's a great gift. Ez egy nagy ajándék. Okay. So let's ask the Lord to lead us here. Úgyhogy kérjük meg az Urat, hogy vezessen bennünket. Lord, we are hungry. Urunk, éhesek vagyunk. And we ask your Spirit to minister to us. És kérjük a szellemedet, hogy szolgálj felénk. You have done that. Megtetted ezt. In the song. A dalokban. In the singing. Az éneklésben. In the message. Az üzenetben. And in our presence. És a jelenlétünkben. Here tonight. Itt ma este. You are here. Te itt vagy. And we are here.
És mi itt vagyunk. In your name. A te nevedben. And you could heal someone tonight. És meggyógyíthatsz valakit ma este. You can encourage us. Bátoríthatsz bennünket. Anoint us with fresh oil. Felkenhetsz bennünket friss olajjal. Speak to our hearts. Szólhatsz a szívünkhöz. We can make good decisions. Jó döntéseket hozhatunk ma este. And we look to you. Rád nézünk. To do this, hogy te megteszed ezt, through your son, a fiadon keresztül, our savior, a megváltónkon. Thank you for the Hungarian missionaries. Köszönjük a magyar misszionáriusokat. In China, Kínában, in Baku, Bakuban. Thank you for the Romanians. Köszönjük a románokat. Thank you for your work. Köszönjük a munkádat. In Albania, Albániában, in other places, és más helyeken, Turkey, Törökországban, in Oman. És Ománban. Thank you, Father. Köszönjük, Atyánk. For the pastors. A pásztorokat. Kaposvár. Kaposváron. Debrecen. Ezeken a helyeken. Other places. Más helyeken. Lord, thank you. Köszönjük, Urunk. In Holland. Hollandiában. The Hungarian group in Germany. A magyar csoport Németországban. Lord, bless them. Áld meg őket. Bless them. Áld meg őket. Thank you. Köszönjük. Jesus. In your name. Jézus, a te nevedben. Amen. Amen. I just want to mention this. In December. Meg szeretném említeni ezt decemberben. We will be in Baku. Bakuban leszünk. And there used to be a cheap flight to Baku from Hungary. Hajdan volt ilyen vizeres olcsó repülőjárat Bakuba, Magyarországon. I think that ended. I think it ended. I don't know, but if it comes back, de hogyha visszajönne, for you know, you could fly to Baku. Akkor eljöhetnél Bakuba, elrepülhetnél. Come and see us in Baku. Gyertek és legyünk együtt Bakuban, Azerbajdzsánban. That will be in December. Ez decemberben lesz. Okay. Brokenness. Megtörtség. Turn to 2 Corinthians chapter 4. Lapos 2 Korintus 4-hez. Have any of the girls here ever had their heart broken? Lányok, bármelyikőtöknek volt már összetörve a szíve, megtörve a szíve? Did you have a relationship? Volt egy kapcsolatod? And the guy said it's over. És a fickó azt mondta, vége. And you collapsed on the floor. Összeestél a földön. And your heart was broken. Megtört a szíved, összetört. And you couldn't sleep that night. Nem tudtál aludni éjszaka. And 1 week passed. Egy hét eltelt. And another week passed. Még egy hét eltelt. And you didn't know what to do. És nem tudtad, hogy mit csinálj. Happened to a guy here. Megtörtént valamelyik srácsa, a férfival itt. Where your heart was broken. Hogy a szíved megtört. Maybe you were engaged. Lehet, hogy el voltál jegyezve. To get married. Hogy megházasodj. And she said no. És a lány azt mondta, hogy nem. It's over. Vége. Okay. And then we're broken. És megtört. There is a brokenness. Van egy megtörtség. That is unhealthy. Ami egészségtelen. And it hurts us. És fáj nekünk. And then there is another brokenness. És rossz nekünk, és aztán van egy másik megtörtség. That is a blessing. Ami áldás. Okay, so what do we want to say about that? You want to give an example? Go ahead. Okay, listen. Listen, have you ever had a good job? Volt-e már egy jó munkád? Lost the job. És elveszítetted. Have you had a child? Vagy egy gyermek? That was sick. Aki beteg lett. Have you, let's see, been disappointed? Vagy pedig csalódtál? And the answer is. És a válasz az az. Yes. Igen. These things happen. Ezek a dolgok megtörténnek. That's part of life. Ez része az életnek. When Jesus came into the world, mikor Jézus bejött a világba, he came to give us something. Azért jött, hogy adjon nekünk valamit. That this world cannot give us. Amit ez a világ nem adhat meg nekünk. He came to give us himself. Eljött, hogy önmagát adja nekünk. He came to heal us. Eljött, hogy meggyógyítson. Love us. Hogy szeressen bennünket. And never fail us. És hogy soha ne hagyjon el bennünket. He came to forgive us. Ő azért jött, hogy megbocsásson nekünk. Of our sin. A bűneinket. And give us a new name. És hogy egy új nevet adjon nekünk. Jesus came. Jézus eljött. For broken people. Megtört emberekért. Like you and I. Mint te és én. To teach us a new way. Hogy egy új utat tanítson nekünk.
Jesus came. Jézus eljött. To show us God. Hogy megmutassa nekünk Istent. In 2 Corinthians chapter 3. 2 Korintus 3-ban. In verse 16. 16. versben. It says, when we turn to the Lord, the veil is taken away. Azt mondja, hogy amikor megtérünk az Úrhoz, lehull a lepel. Life is like a veil. Hogy az élet olyan, mint egy lepel. You know, like a curtain. Mint egy függöny. You can't see very well. Nem látsz nagyon jól keresztül rajta. You see the curtain. Látod a függönyt. But not beyond the curtain. De nem látsz túl a függönyön. This veil. Ez a lepel. Is on our heart. Ez van a szívünkön. It means. Ez azt jelenti. We can't see. Hogy nem látunk. We don't see God. Nem látjuk Istent. We don't see the answer. Nem látjuk a választ. We don't see the glory of God. Nem látjuk Isten dicsőségét. Many times we just see the problem. Nagyon sokszor a problémát látjuk. We see the broken heart. A megtört szívet. The disappointment. A csalódottságot. We see the failure. A kudarcot. The sick child. A beteg gyermeket. I lost my job. Elveszítettem a munkámat. I see the veil. Látom a függönyt. And that's very common. És ez nagyon hétköznapi. I see myself. Látom magamat. My hard heart. A kemény szívemet. I see also confusion. A zűrzavart is látom. I see the veil. Látom a függönyt. The veil. A függöny, a kárpit. Was over the hearts of the Jewish people. A kárpit, a függöny az ott volt a zsidó embereknek a szívén. When the Jewish people looked at Jesus. Mikor a zsidó emberek ránéztek Jézusra. They couldn't see. Akkor nem látták. They had a veil. Volt ott egy függöny. Over their hearts. A szívükön. Yeah. So Jesus is there. Jézus ott van. But they don't realize. De nem veszik észre. He's the Messiah. Hogy ő a Messiás. Wow. This is written for us. És ez számunkra íródott. Because a veil could also be over my heart. Mert egy függöny, egy kárpit lehet az én szívem felett úgy szintén. Sometimes we talk about blind spots. Olykor ilyen vakfoltokról beszélünk. Sometimes we talk about our personalities. Néha személyiségről beszélünk. We talk about our problems. Néha problémákról our beszélünk. Our limitations. A korlátainkról beszélünk. It's the normal conversation in the world. Ez a normális beszélgetés a világban. But we have found something else. De mi találtunk valami más. We have turned to the Lord. Az Úrhoz fordultunk. It says that in verse 16. Ezt mondja a 16. versben. Nevertheless, when it shall turn to the Lord. De amikor megtérnek az Úrhoz. Okay. What does that mean? Mit jelent ez? Turn to the Lord. Megtérnek az Úrhoz fordulnak. That's a good question. Ez egy jó kérdés. Turn to the Lord. Az Úrhoz fordulnak. Maybe attitude. Lehet, hogy hozzáállás. Lord, Uram, I see the veil. Látom a függönyt, a kárpitot. I have a veil. Van egy kárpit számomra. But I'm turning to you. De hozzád fordulok. I'm submitting myself to you. Alávetem magam neked. Can you take the veil away? El tudnád venni a kárpitot, a függönyt? Can you show me? Meg tudnád mutatni Can nekem? You heal me? Meg tudnád gyógyítani? Turning to the Lord. Az Úrhoz fordulni. Is like brokenness. Ez olyan, mint a megtörtség. Like Pastor Brian said. Ahogy Pastor Brian mondta. Like submission. Mint az alávetettség. Need. Szükség. You know, think about how many times Jesus healed somebody. Gondolj arra, hogy hányszor gyógyított meg Jézus valakit. Because they were needy. Mert szükségben voltak. They were searching. Kerestek. They were broken. Megtörtek voltak. Sometimes they were bleeding. Van, hogy véreztek szó szerint. Literally, yeah. Szó they were szerint bleeding. Véreztek. And they turned to the Lord. És az Úrhoz fordultak. And touched him. És az Úr meggyógyította őket. I'm sure this has happened in your life.
teljesen hiszem, hogy megtörtént ez az életedben már. That in your apartment, hogy a szobádban, a lakásodban, in your heart, a szívedben, you said, azt mondtad, I'm going to seek God. Istent fogom keresni. I'm going to turn to the Lord. Az Úrhoz fogok fordulni. I want to get beyond the veil. Túl akarok menni a függönyön, a kárpiton. I want to see more. Szeretnék többet látni. I need you. Szükségem van rád. So verse 17. 17. vers. Now the Lord is that spirit. Az Úr pedig a szellem. The Lord is that spirit. Az Úr pedig a szellem. Yeah, if you go to this church, hogyha elmész a gyülekezetbe, I'm sure you've heard that word often. Biztos hallottad ezt itt már. The spirit. A szellem. The Holy Spirit. A Szent Szellem. The anointing. A kenet. The Spirit of God. Isten szelleme. The Lord is the Spirit of God. Az Úr az Istennek a szelleme. And when we turn to Him, és mikor hozzáfordulunk, the Spirit of God, akkor Isten szelleme is present. Jelen van. And He shows us. És megmutatja nekünk. He releases us. Felszabadít bennünket. He gives us liberty. Szabadságot ad nekünk. In verse 17. 17. vers. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Szabadság. Yeah, liberty. Szabadság. What kind of liberty? Milyen fajta szabadság? Internal. Belső. Freedom. Szabadság. My heart is broken. Megtört a szívem. But God is here. De Isten itt van. And He heals me. És meggyógyít engem. And I'm free. És szabad vagyok. In my heart. A szívem. To love, ben, hogy szeressem, to love God, hogy szeressem Istent, to love others, hogy szeressek másokat. We talked about connection. Beszéltünk erről a kapcsolódásról. One of the greatest needs with people is to feel connected. Az egyik legnagyobb szüksége az embereknél, hogy érezzék, hogy kapcsolódva vagyunk hozzájuk, vagy kapcsolat van. To feel loved, hogy szeretve érzik magukat, understood, hogy megértve érzik magukat, listened to, hogy meghallgatják őket, cared about, hogy törődnek velük. We need that. Szükségünk van erre. But when we see the veil, de mikor látjuk a kárpitot, a we're függönyt, kind of frozen, akkor befagyunk, like hard, keményekké válunk, disturbed, megzavarodunk. But when we turn to the Lord, de mikor az Úrhoz fordulunk, the veil is taken away, akkor ő elveszi a kárpitot, and there is liberty, és szabadság van, spiritual life, szellemi élet. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ahol az Úrnak a szelleme van, ott szabadság van. And in that liberty, you begin to care about others. És ebben a szabadságban elkezdesz másokkal foglalkozni. You are able to listen to them. Tudsz hallgatni rájuk, love them, szeretni care őket, about them. Törődni velük. We have a brother in Baltimore. Van egy testvérünk Baltimore. He had a beautiful 19-year-old daughter. Egy csodálatos 19 éves lánya volt. And one night she was killed in a car accident. És egy éjszaka meghalt autóbalesetben. And we were all so sad about it. És nagyon szomorúak voltunk e felől. And the brother ministered to us. És ez a testvér szolgált felénk. And he was healed. It took time. És meggyógyult belőle. But the Lord healed him. Időbe került, de meggyógyult. And he's amazing. És ámulatos. And you, when you're with him, mikor vele vagy, you don't feel the pain. Nem a fájdalmat érzed. You feel the liberty. Hanem a szabadságot érzed. When he talks, mikor beszél, you don't feel the pain. Nem a fájdalmat érzed. You feel the ministry. A szolgálatot érzed. The liberty. A szabadságot the érzed. The Spirit of God. Isten szellemét. Because there is a death. Mert volt egy halál. When we turn to the Lord. Amikor az Úrhoz fordultunk. There's a death. Volt egy halál. There's a surrender to God. Volt egy feladás. Megadás, yeah. Isten előtt. And he heals us. És ő gyógyít meg bennünket. Yeah. Verse 18. 18. vers. But we all with open face. Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal. Okay. Look at this. Nézzétek csak ezt. You know, in Halloween we put a mask on. Halloweenkor, farsankor, állarcot teszünk. You know, in Halloween, right?
farsangkor. Put a mask on. And actually for some people Halloween is every day. Igazából ez a Amerikában Halloween kor, ez minden nap van nekik, hogy bizonyos embereknek a állarc minden nap. You know, we put on a face. Felteszünk egy arcot. When we have the veil, mikor ott van a függöny, we have a face. Van egy arcunk. But it's not an open face. De ez nem egy fedetlen arc, nem egy nyitott arc. It's a face we cover. Ez egy arc, amit eltakarunk. Or a face we hide. Vagy elrejtünk. Or it's not really who I am. Nem igazán ez vagyok. But when we turn to Jesus, de amikor Jézushoz fordulok, and there is the brokenness, és ott van ez a megtörtség, then we have an open face. Akkor van egy nyitott arcom. Like this. Like we are able to say, this is me. És azt mondhatjuk, ez vagyok én. This is us. Ez vagyok én. This is the ministry. Ez a szolgálat. This is not artificial. Ez nem valami művi dolog. This is reality. Ez valóságos. Jesus is here. Mert Jézus itt and van. And we have an open face. És van egy nyitott arc. We have an open heart. Van egy nyitott szív. We have connection. Van kapcsolódás. We have a ministry. Van egy szolgálat. I heard about your ministry in Kaposvár. Hallottam a szolgálatotokról Kaposváron. This past summer. Múlt nyáron. And I was so happy to hear about it. És annyira örültem ennek. Because I can see it. Mert látom. When believers are together with an open face. Mikor hívők együtt vannak egy nyitott arccal, fedetlen arccal. And they see each other. És látják egymást. And love each other. És szeretik egymást. And we are not perfect. És nem vagyunk tökéletesek. But we're able to see beyond the veil. De túllátunk a függönyön. And we are changed. És átformálódunk. Look at verse 18. Nézd meg a 18-as verset. We are looking in a mirror the glory of the Lord. Azt mondja, hogy tükörben tekintjük az Úrnak a dicsőségét. And are changed. És átformálódunk. Changed. Átformálódunk. Do you know that you are being changed? Tudod, hogy átformálódsz? You know that? Tudod ezt? We're being changed. We're being changed. Átformálódunk. You know that? Tudod ezt? We are. Átformálódunk. We're being changed. Átformálódunk. We're not the same as we were one year ago. Nem vagyunk ugyanazok, mint akik voltunk egy évvel ezelőtt. Or five, or ten. Vagy öt évvel ezelőtt, vagy tíz évvel ezelőtt. We are changed. Átformálódunk. Into the same image. Ugyanazon képmásra. Of God. Isten képmására. Some people are changed into the image of their Hollywood hero. Néhány ember a saját hollywoodi hősének a képmására formálódik. Or the image of their dog. Vagy a kutyájának a képmására formálódik. The image of what they love. Vagy annak a képmására, amit szeretnek. They are changed into the image. Egy képmásra formálódik. Of what they are loving. Amit szeretnek annak a képmására. Some of us. Néhányan. Get old. Idősebbek leszünk. Crusty. Negative. Zúgolódó, negatív. Yeah, some of us. Néhányan. When we just see the veil. Csak a függönyt látjuk, a kárpitot. Yeah. So that's what I wanted to say. És ezt akartam mondani. That's it. Ennyi. Imagine. Képzeljétek el. Imagine. Képzeljétek el. We are changed. Átformálódunk. When we turn to the Lord, mikor az Úrhoz fordulunk, in our brokenness, a megtörtségünkben, we say to God, akkor azt mondjuk Istennek, Lord, hogy Uram, I am here, itt vagyok, before you, itt vagyok előtted, and fill me with your Holy Spirit, és töltsd be engem a Szent Szellemeddel, renew my mind, újíts meg az elmémet. Give me a love for this book. Adj nekem egy szeretetet a könyv iránt. A love for my brothers. Egy szeretetet a testvéreim iránt. A love for others. Egy szeretetet mások iránt. A love for people that are different. Egy szeretetet emberek iránt, aki más. A love mások. For my neighbors. Egy szeretetet a szomszédaim iránt. And yes. És igen. Even that neighbor. Igen, az a az a szomszéd. That, you know, that bad one. Az a rossz szomszéd. That bad neighbor. Az a rossz szomszéd. Down the street. Ott lent az utcán. Answer my prayer.
Igen, válaszold meg az imámat. And fill me with your spirit. És töltsd be engem a szellemeddel. And lead me. És vezess engem. And change me. És változtass meg into engem. Into your image. A te képmásodra. Lord. Uram. Then lastly. És aztán végezetül. 2 Corinthians 4. 2 Korintus 4. Verse 7. 7. vers. But we have this treasure. Ez a kincsünk pedig. In earthen vessels. Cserépedényekben van. Yeah. That's all. That's it. Isn't it amazing? Nem ámulatos ez? A treasure. Kincs. In this earthen vessel. Ebben a cserépedényben. Wow. Our earthen vessel. Egy cserépedényben. And in us is a treasure. És bennünk ott van ez a kincs. How valuable is it? Milyen értékes ez? This treasure. Ez a kincs. In you. Benned. We studied a little bit about treasures in Baltimore. Baltimoreban egy kicsit tanulmányoztuk a kincseket. And there's a ship that sank in 1510. És van egy hajó, ami 1510-ben elsüllyedt. And it was filled with 20 tons of gold. És 20 tonna aranyjal volt telve. And nobody knows where it is. És senki nem tudja, hogy hol van ez a hajó. It went down in a hurricane. Egy hurrikán miatt süllyedt el. And it was Portuguese. Portugál hajó. And it was filled with gold. Telve volt arannyal. More than $2 billion of gold. Több mint 2 milliárd dollárnyi arany. Does anybody here want to find it? Valaki meg akarja ezt találni? You know, let's go find it. Menjünk, találjuk meg. And one man spent $20 million trying to find it. És volt egy ember, aki 20 millió dollárt költött arra, hogy megtalálja ezt a hajót. But it has not been found. De nem találták meg. It's out there in the ocean. Ott van kint az óceánban. And here in think about this. És gondolj erre. What's in him? Mi van ő benne? What is in him? Mi van ő benne? A great treasure. Egy nagy kincs. What is in you? Mi van benned? A great treasure. Egy nagy kincs van benned. But you can't see it. De nem látod ezt. Unless you are broken. Ha csak nem megtört when vagy. When we are broken. Mikor megtörtek and we vagyunk. Turn to the Lord. És az Úrhoz fordulunk. Then the veil comes off. Akkor lejön a lepel. And we begin to listen. És elkezdünk hallgatni. And we begin to understand. És elkezdjük megérteni. And we begin to see. És elkezdjük meglátni. Christ is here. Hogy Krisztus itt the van. The treasure. Itt van a kincs. The eternal treasure. Itt van az örök kincs. The wisdom. A bölcsesség. And the ministry. És a szolgálat. And this world. És ez a világ. Is hungry. Éhes. And they want treasure. És szeretnének kincset. But where can they find it? De hol találják meg? It's here. Itt van. When we are broken, amikor megtörtek you vagyunk, have a ministry. Akkor van egy szolgálatod. You have words. Vannak szavaid. When we are broken, amikor megtörtek you have vagyunk, healing. Van gyógyulás. When you are broken, amikor megtört we vagy, are able to understand. Meg tudunk érteni. There's something more. Van valami több and az that's életünkben. What the church is. És ilyen a gyülekezet. The church is a blessing. A gyülekezet áldás. It is salt. Só. It is light. Világosság. It is the ministry. Szolgálat. There are people that get saved. Emberek, akik megtérnek. And their lives are changed. És az életük átformálódik. Because of the message. Az üzenet miatt. The evangelism. Evangelizáció. The listening. A hallgatás. The words. A szavak. The writing articles. Hogy cikkeket írunk. The tracts. A traktátus. The testimony. A bizonyságok. The song. A dalok. The message. Az üzenet. The care. A törődés. When I evangelize, mikor evangelizálok, usually I do a lot of listening. Általában sokat hallgatok. I ask questions. Kérdéseket teszek I fel. Listen. Hallgatok. I look for the connection. Keresem azt a kapcsolódást az életével. It's a joy. Ez egy öröm. When you share your faith. Amikor megosztod a hitedet. It's important. Ez fontos. And through brokenness. És megtörtségen keresztül. We have the Holy Spirit. Ott van a Szent Szellem. And we have the ability. És ott van a képesség. To help others. Hogy segítsünk másokon. And we are changed. És átformálódunk. In this. Ebben. From glory to glory. Dicsőségről dicsőségre. Thanks so much for listening. Köszönöm, hogy hallgattok. We may be troubled on every side. Azt mondja, hogy minden oldalról nyomorgattatunk, lehetséges. But we are able to do it. De képesek vagyunk. We are perplexed. Ebben.
but we're not in despair. Azt mondja, hogy kétségeskedünk, de soha nem esünk kétségbe. In verse 8. 8. versben. Persecuted. Üldöztetünk 9. versben, de nem vagyunk elhagyottak. And cast down. Letiportak, but not destroyed. De nem elveszettek. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. 10. vers. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát. That the life of Jesus, hogy Jézus élete is may be manifest, látható legyen mortal flesh. Testünkben. Do you have a marriage problem? Van egy házassági problémád? Turn to the Lord. Fordulj az Úrhoz. You lost something? Elveszítettél valamit? Turn to the Lord. Fordulj az Úrhoz. You're proud? Büszke vagy? Turn to the Lord. Fordulj az Úrhoz. You have a personality disorder? Van egy személyiségi rendellenességed? Like Pastor Chop? Mint ahogy nekem? Turn to the Lord. Fordulj az Úrhoz. And you become like him. És olyanná válsz, mint a ő. Brokenness? És megtörtségben. Is the way of life. Van az életnek az útja. Needing God. Abban, hogy szükségem van Istenre. Is the way to live. Így kell élnünk. And he is rich toward us. És ő gazdag felénk. Amen. Amen. Oh, what a good message that micsoda was. Nagyszerű what amazing zene. Message. Micsoda nagyszerű zene. Wow. Wow. Gyertek, imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy szolgáltál felénk a szellemeddel, Urunk, és csak felemeljük hozzád a kezünket, és megadjuk magunkat neked. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy számunkra az élet, te vagy számunkra a gyógyulás, te vagy a szabadság, te vagy a segítség, te vagy a kőszikla, te vagy az erődítmény, te vagy a várunk, te vagy a vigasztalásunk, te vagy a teljes bocsánatunk, te vagy minden, hozzád fordulunk. Urunk, feladjuk azt, hogy védjük magunkat, feladjuk azt, hogy megpróbáljunk valakivé válni. Fel akarjuk adni azt, hogy erősek legyünk. Te rád van szükségünk. És köszönjük. Írd be ezt az üzenetet a szívünkbe. Mélyen a DNS-ünkbe. Hogy szükségem van rád. Hogy szükségem van rád. Hogy szükségem van rád. Hogy rád van szükségem. Köszönjük, Urunk. Köszönjük ezt a tiszta, egyértelmű, egyszerű, mély üzenetet. Köszönjük.